Újoncként belekóstolt a strandfociba a Tolnamös női NB1-es csapata. Két okból is fontos volt ez számukra, alig várták a foci nyári változatával való közelebbi ismerettséget, Hosszú hónapok meccs nélkülisége után végre éles meccseket is játszhattak. Az sem mellékes, hogy mindössze hat edzéssel a lábokban érkeztek a tornára, és kipróbálhatták magukat a strandfociban, ráadásul mindjárt a legrangosabb eseményen a 9 csapatos országos bajnokság két fordulójában a Balaton is strandon. Maximálisan beillik a felkészülésbe, és nagyon jó fizikai és technikai alapokat teremt a futszalhoz is. Ács Gábor a tollamözsieket futzálban ősztől irányító edzőpáros egyik tagja a strandfociban is járatos. Az ebben nagyon járatlan, tapasztalatlan első bálozó tollamözsi lányoknak igyekezett átadni a strandra a homokra érvényes mesterségbeli fogásokat meglehetősen rövid idő alatt. A lányok, én azt mondom, hogy hétről hétre javulnak, és nagyon jól építik be a strandfoci elemeket a játékba, ez majd idővel remélem eredményekben is meg fog mutatkozni. Amúgy a Tolnamezi együttes az NB1-es női strandfoci bajnokság második fordulójának zárónapján komoly fejlődésről tett tanúbizonyságot. Jelzésértékű, hogy a bajnoki címet megnyerő Debreceni EAC ellen egy végig szoros nyílt mérkőzésen vesztettek a lányok 3-2-re. Az első forduló gyengébb szereplése miatt azonban a hatodik helynél nem tudtak előbb végezni a 2020-as női mb es strandbajnokságon Balaton ellen. Elsőre egyáltalán nem rossz ez.